Az én egyházámon az igazából már Isten megálmodta, az egyház, most Pünkösd után vagyunk, amit a lélek vezet. Ezt egy ilyen hasonlatban úgy képzelem el, szoktam festeni. Egy vízfestékes technikánál tudunk, aki szakmai, szárazon alkotni. És hogy ez ilyen nagyon precíz, nagyon keretek közé szabott, nagyon precíz munka, mi történik akkor, mikor a víz hozzá kerül? Onnantól kezdve kontrollálhatatlan a festéknek az útja. A víz és a festéknek összjátéka, ami gyönyörűséges dolgot szokott kihozni. És valahogy így képzelem el, hogy mi vagyunk a festékek, mindenki megkapta maga színét, színeit, akár többet is, és Szentlélek a víz. És ahogy ez a kettő össze tud dolgozni, abból mindig valami zseniálisan gyönyörű alkotás születik. Sokszor nem erőre látható, sokszor kiszámíthatatlan, de a vége mindig valami csodálatos. Amikor az egyház női arcáról és a nők szerepéről az egyházban kérdeznek engem, mert általában szoktak, hiszen nőként, egyházi szolgálatban vagyok megszentelt életűként, nekem mindig így felsorakoznak azok a nők, akik a Bibliában vannak. Ott vannak megtért bűnösök, vannak nagyon hűséges feleségek, vannak özvegyek és vannak gyermek nélküliek, vannak szüzek és vannak anyák, sőt, vannak mindkettő is. Vannak nagyon bátor harcos amazonok, vannak vezető diplomaták, vannak üzletasszonyok. Tehát rengeteg módon és formában vagyunk elhívva, mint nők Szentlélek által. Mikor készültem erre a témára, én nagy meglepetésemre, én elmentem sétálni csak úgy a múzeum kertbe, és nem tudom, hogy valaki látta már, biztos látták azt a szobrot, ami ott hátul van, és az egy női alak. A távolról nézzük, teljesen transzparens, ugyanis fémlemezekből van összeállítva, és közte rengeteg hely van. És nekem ez a hely, tehát ott az a hely, ami betölthető, bármivel betölthető, amit beenged. És közben, ha közelebb megyünk, azt is látjuk, hogy ez a légies tünemény közben egy iszonyat nehéz vas konstrukció. Vas lemezekből áll, ez pedig a teherbírást, az erőt szimbolizálta nekem. És ami még csodálatosabb volt, hogy nincs egy ilyen vas központi része, ami tartja az egészet, és ez pedig ez a könnyedség mellett, ez a súlyosság, ez a masszivitás van ott, és a forma sem mindegy, hogy van egy transzparencia is, közben mégis van egy határozott kontúrja. Ilyenek vagyunk mi nők. És hogy ez a fajta simulékonyság, finomság, de keménység és erősség valahogy így egybegyúrva, szerintem Istennek egy zseniális alkotása, és egy jó alap arra, hogy a lélek működjön benne. És akkor az első kérésem az lenne talán, hogyha valaki erre jár Pestre, akkor csak úgy üljön le ezelőtt a szobor előtt, és hagyja, hogy meséljen a maga csendességében. A másik ilyen gondolatköröm, az lehet, hogy így a nőknek szól, hogy keressék meg azt a személyiséget, azt a karaktert az egyház és a Szentírás nőiben, amihez legjobban tud kapcsolódni. És hogyha megtalálta ezeket a pontokat, akkor nézze meg, hogy mi az a feladat, mi az a terület, ahol a lelked be tudná engedni. Ha nem tudja, akkor azt nézze meg, hogy mi az akadálya, és hogy kell azt eltorlaszolni onnan. És ha megtalálta ezeket a pontokat, akkor nézze meg, hogy tudja ezeket a tereket tágítani, hogy minél több férjen be, és mi akkor az üzenete. És a férfiaknak is lenne egy kérésem a férfiak felé, hogy nézzenek körbe a női ismerőseik körül, és keressék meg azokat a helyzeteket, pontokat, személyeket, amikor ezt a misztériumot valahogy a nők beviszik az ő mindennapjaiba. Kik ők, és merje megköszönni nekik, merje bátorítani őket erre.